A hétvégi fordulókig csak 3 pontot sikerült bezsebelnie a marcali együttesnek, így nagy várakozás előzte meg a találkozót. Az Egres eddig hozta, amit hoznia kellett. Begyűjtött 6 pontot, de kiszámíthatatlan volt a találkozó sorsa. Az első félidőben enervált játékot mutatott be a hazai csapat. Az ellenfél a 39. percben német révén megszerezte a vezetést. Tetézbe a bajt a 43. percben Cimondot az öltözőbe parancsolta a játékvezető. A második játékrészben az emberhiány ellenére erősebbnek mutatkozott a marcali, mégis a vendégeknek sikerült újabb gólt beszerezniük a 65. percben. A revans sem maradt el, hiszen 10 perc múlva sikerült szépítenie a marcaliaknak. A második félidőben küzdelmes játékot produkáló csapatok egy megyei bajnoksághoz méltó focit mutattak be. A végére 4-4 sárga és 1-1 piros lapot gyűjtöttek be a góllok mellé. Ifjabb Körösi Andrást kértük, értékelje az eddigi mérkőzéseket. Sajnos 2-1-es vereséget szenvedtünk hazai pályán. Nem így terveztük, mindenképpen győzni szerettünk volna. Sajnos az első félidőben nem úgy játszottunk, hogy ezt megbeszéltük. Nagyon keveset mozogtunk labda nélkül, és ez rányomta bélyegét a játékra. Kiállítás az döntően befolyásolta a mérkőzést. Már még azt mondom, hogy 10 emberrel is úgy nézett ki, hogy mi akarjuk jobban a győzelmet. Az ellenfelünk teljesen visszaállt, saját tér felé 40-en védekezett, és próbálta az egy jós emberének feljátszani a labdát. Eredményesek voltak, és így sikerült nyerniük. A számítások azok mindig optimistábbak, nyilván nem ennyi pontra számítottunk, sokkal jobb helyezésre, illetve hát pontban is már reménykedtünk abban, hogy úgy számoltuk, hogy 9 pontunk lesz már. A tőlünk úgy érezzük, hogy gyengébb csapatok ellen nem sikerült a pontszerzés, akkor a nálunk jobb játékos állományra rendelkező csapatok ellen kell majd bizonyítani, hogy igenis ebbe az osztályba, az osztálynak a középmezőnyébe valók vagyunk. Most legközelebb utazunk Tabra, ott soha nem könnyű nyerni, ők is hasonlóan jól, idézőjelben jól kezdték a bajnokságot, mint mi, úgyhogy nekik is végetlen szükségük lesz a 3 pontra, ott is egy élethalál harcot kell vívnunk minden egyes labdáért. Remélem, hogy ott már 3 ponttal el tudunk jönni haza, és továbbra is tudjuk majd gyűjtögetni a pontokat. A felnőtt mérkőzés szünetében adták át a marcali városi futballklub U16-os csapatának a 2016-17-es bajnoki évad Somogy megye északi csoportjának megnyeréséért járó aranyérmeket. A Borbé Zsolt nevével fémjelzett csapat a tavalyi szezonban Zsinórban 3-szor nyerte meg, méghozzá 100%-os teljesítménnyel, 16 mérkőzésen szerepelt 48 ponttal.